Vannak olyan fontos társadalmi kezdeményezések, amihez nagyon szívesen mellé áll a Magyarországos Horgászszövetség is. Most különösen van egy alkalom, hogy a világjárvány hullámain vagyunk túl, és remélhetőleg már lassan a vége felé is van ez az esemény. Az Egy a természettel világkiállítás kísérő rendezvényeként született egy nagyon jó ötlet, ami egy alapítványi támogatási célt szolgál, és ez egy nagyon nemes cél, mert a Covid-árvák Regőci Alapítvány keretein belüli támogatása a kitűzött célunk. Mintegy 5 éve indult a vadászok szervezésében az Országos Jótékonysági Vadásznap, és ez adta az ötletet, hogy többen vagyunk, és mint legnagyobb civil szervezet mi is szeretnénk tenni ezért a célért. Így elindítottuk az Országos Jótékonysági Horgászatot az OJH honlapján, és köszönjük, hogy ezt a rendezvényt Erdei Zsolt is támogatja. Én köszönöm a felkérést és a megtiszteltetést, hogy egy ilyen ügy mellé állhatok. Természetesen minden közszereplőnek szerintem kötelessége a társadalmi szerepvállalás, így vagyok ezzel én is. A gyerekek a mi jövőnk, úgyhogy gondoskodnunk kell azokról a gyerekekről is, akik nem tudják már, illetve akiknek nincs meg az a szülői háttér, hiszen a járvány vagy bármilyen betegség elragadta tőlük a szüleiket, úgyhogy mi így próbálunk megsegíteni. Támogassátok ti is, támogassák önök is, és csináljuk együtt. Mindenki, akinek van módja rá, támogassa ezt a fajta kezdeményezést.